Egy hét kivételével azért az itthon maradottakkal dolgoztunk, sőt a Siófokkal is egy pár edzést közösen eltöltöttünk, hasonló cipőbe jártak, mint mi. Nagyon sok válogatott játékosuk volt, aki távol, így én azt gondolom egy nagyon jó, hatékony idézőjelbe szünetet tudtunk kihasználni, és most 26-ától pedig már együtt van az egész társaság. Én úgy gondolom, hogy legalábbis ugye a tegnapi edzésen is a látottak alapján szerintem még van időnk a másodikáig, és úgy érzem, hogy jók leszünk, legalábbis remélem és bízom benne, gondolom, hogy teltház lesz, úgyhogy a szurkolók mindent megtesznek, hogy minket belehajtsanak a győzelembe, úgyhogy én mindenképp győzelmet várok a csapattól, és azt, hogy jó kemény védekezésünk legyen, és jó támadó játékunk. Szerintem mi is, és a Fradi is nagyon készül erre a mérkőzésre, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy egy jó meccs várható, és nagyon remélem, hogy mi nyerünk a végén, ezért megteszünk mindent. In the beginning I was a little bit not scared, but yes, with a lot of emotions, but when I came here, everybody, it was really, how to say, they received me very well here, and I am really satisfied. It was few trainings, I felt very good here, and yes, I'm good, I feel good.